Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Ez egy nagyon rövid videó lesz, és csak azért készült, hogy ne kelljen a cikkhez, a bejegyzéshez képeket menteni. Lényegesen gyorsabb nekem egy videóba bemutatni azokat a funkciókat, amelyek vizuálisak, mint képet menteni, és aláírni, hogy ez így működik, az úgy működik. Oké, ennyi magyarázat után természetesen térjünk is rá a fő témára. Ablakváltás egyszerű ablakkezelők esetén. A legtöbb ablakkezelő tud saját maga ablakokat váltani, ami igazából nem nagy dolog, de sokszor kényelmetlen lehet, és szeretnénk például a megszokott Alt-Tab billentyű használatával, vagy egyéb billentyű kombinációval, vagy vizuálisan ablakot, programot váltani. Azaz erről fogok beszélni, illetve bemutatni azt a két programot, amelyet erre alkalmatosnak találtam. Az első program, az Alt-Tab elnevezésű program, ezt telepíteni kell, de nyilvánvalóan, aki egyszerűbb ablakkezelőt használ, annak már van annyi gyakorlata, hogy alapból tudja, hogy az ő ablakkezelőjében hogyan kell ezt telepíteni. Lényeg, Alt-Tab a neve, beírod, hogy Alt-Tab, és utána az Alt-Tabot nyomkodod, és előugrik ez a beállítás, és tudsz váltani. Egyszerűen váltottunk, igen, váltottunk, Ocean Audio-ra váltottunk, másra váltottunk, és szépen vizuálisan meg tudod tenni azt, ami számodra fontos. Gyorsan váltasz ablakot. Visszamegyünk a terminálba, és kikapcsoljuk ezt, hát kikapcsoljuk. Azaz, ha becsukod a terminált, vagy újraindítod ezt a rendszert, akkor természetesen a Alt-Tabot is indítani kell. Azaz, nyilvánvalóan értelemszerűen érdemes berakni az automata indításba, az autostartba, hogy a te rendszereden ez hogyan működik, természetesen azt te fogod tudni, oda teszed, ahova kell. Jó, két probléma van ezzel. Nincs probléma, megoldjuk. Az egyik probléma természetesen az, hogy ez a kinézet nem olyan, mint amilyet én szeretnék. Azaz, az Alt-Tab készítői felkészítették az Alt-Tabot arra, hogy témázni tud. A témázás gyakorlatilag az előtér, háttér és a vonalszín beállításában kimerül, illetve egyéb beállítások is vannak, azzal én nem húznám az időt. A második gondolat, hogy ahogy láttátok, ez bizony azokat a programokat hozta elő, így alapesetben, melyek számomra az adott asztalon vannak. Az adott asztalon, az adott monitoron lévő programokat hozogatta elő, és én szeretném úgy beállítani a rendszert, hogy az összes asztal, összes programját lássuk. Bemásolok egy hosszú parancsort, ami több tagból áll. Én úgy gondolom, hogy igazándiból nem jelent senkinek se gondot. Ha valakinek valamilyen kapcsoló nem egyértelmű, akkor természetesen a MAN Alt-Tab beütésével a terminálból megkapja a manuált, azaz a leírását. Érdemes megnézni, mert különböző ablakkezelőknél különböző beállítást kellene megtenni, bár alapbeállításban is a legtöbbnél, a nagy részénél működni fog. Azaz megadjuk, hogy Alt-Tab D kötőjel D1. Ez azt jelenti, hogy az összes monitoron lévő, összes asztalon lévő programot legyen szíves felsorolni, és megadunk egy kinézetet, nyilvánvalóan FG, BG és frame, hát azt hiszem nem nagy meglepetés, hogy az előtér, háttér és a frame, a keretszínét adjuk meg. Ez a magyarácsnak a beállítása, aminek a színösszeállítása így már harmonizál azzal, ami nekem a keretszín, meg egyéb, és lenyomom az Entert, és elindul a program, és megint az Alt-Tabot nyomkodom lelkesen, és már látható, sokkal több program került elő, másik asztalon lévő programok előkerültek, és a színösszeállítás, a háttér, ez a barnás háttér, ami gyakorlatilag a magyarácsnak a háttere, és ez a zöldes kinézet természetesen már adja azt, hogy azért harmonizál a különféle egyéb beállítással. Nem nagy dolog, három szint kell megváltoztatni ahhoz, hogy úgy nézzen ki, ahogy neked kell. Azaz most már az összes program között válogathatsz, nagyon kényelmes. A cikkben bent van ez a sor, ez a beállítás, egyszerűen kimásolod, és akkor nem kell ezt a jó hosszú paramétersort beírogatnod, nyilvánvalóan így kényelmesebb.
Oké, nézzük is meg a másik beállítást, a másik lehetőséget. Ezt már mindenki ismeri, hiszen a Rofiról, nem Röfi, Rofiról volt szó. Ennek a beállítása szintén nagyon egyszerű, de én inkább másolom, azaz bemásolom a parancsorba, hogy kényelmesen, elütésmentesen tudjak dolgozni. Rofi, kötőjel, show window, és kapunk egy entert, és a beállított kinézet szerint, azaz már mi tudjuk, hogy a Rofinak a témázása viszonylag egyszerű, beírjuk a megfelelő parancsot, és válogatsz, és nézegeted a különféle kinézeteket, témákat, oké, nem is ez a téma, itt pedig mit látunk? A szokott Rofis menü választást kapunk, itt nem az altabb nyomogatásával tudod beállítani, illetve kiválasztani azt, amelyiket szeretnéd, hanem a leföl gombbal, vagy természetesen be is tudod írni azokat a betűket, az első betűket, amelyekkel gyorsan kiválaszza azokat, amiket kell. Ocean Audio, és akkor az Ocean Audio fog előugorni. Természetesen ez egy kicsit más, hiszen az előzőnél az altabb nyomkodásával váltottál egyik ablakról a másikra, itt bizony, hát le kell venni a kezedet az indító gombról, és leföl, vagy egér, vagy betűbeütéssel tudsz választani, nagyjából ennyi. A cikkben azért ezt egy kicsit árnyalom, egy picit jobban kifejtem, de az a lényeg, hogy láttátok, hogy kétféle választó menü van, az egyik, ami az altabb, és nagyon kényelmes, a másik, a Rofi, ami bent van már a rendszerben, illetve sok helyen már telepítve van, hiszen nagyon-nagyon sok mindenre lehet használni, de gyakorlatilag azt már nem kell telepíteni. De ott más a hátrány, az, hogy le kell venni az altabról, vagy akármelyik indító gombról, ami ezt te hozzárendelted ezt a lehetőséget, a kezedet, és utána viszonylag lassabban tudod kiválasztani azt a programot, azt az ablakot, amit szeretnél. Köszi szépen, sziasztok, sziasztok, és mindenkinek felhívom a figyelmet. Ez a videó nem azért készült, hogy bemutassam minden nüanszát ennek a két programnak, hanem azért készült, mert kényelmesebb, mint képeket menteni a cikkhez. Köszi szépen, sziasztok, sziasztok!